14. fejezet a dzsungel hatalmában. Miután Clayton eltűnt az erdőbe, az arról fellázadt tengerészei között vita tört ki arról, hogy mi legyen most a következő lépés. Egy valamiben azonban mindannyian egyet értettek. Abban, hogy legjobb, ha sietve a lehorgonyzott arrowhoz eveznek, ahol legalább a láthatatlan ellenség láncsáitól biztonságban vannak. Így azután még Jane Porter és Esmeralda elbarikádozta magát a kunyhó belsejében, a gyáva brigantik gyülekezete gyors evezőcsapásokkal tartott hajója felé abban a két csónakban, amely a partra hozta őket. Tarzan annyi mindent látott a nap folyamán, hogy szinte beleszédült a sok csodálni való dologba. A legcsodálatosabb látvány azonban mindezek között a gyönyörű fehér lány arca volt. Abban biztos volt, hogy végre valójában saját fajtája beli. A fiatalember és a két idős férfi is többé-kevésbé olyan volt, mint amilyennek a saját népét elképzelte magában. Ahhoz azonban semmi kétség sem fért, hogy ők is ugyanolyan áldáz és kegyetlen természetűek, mint azok az emberek, akiket idáig látott. Az a tény, hogy senkit sem öltek meg, talán csak annak a körülménynek tudható be, hogy az egész társaságból egyedül ők voltak fegyvertelenek. Ha fel volnának fegyverkezve, lehet, hogy egészen másként viselkednének. Tarzan látta, amikor a fiatalember felvette a földről a megsebesült Snipes pisztolyát és a keblébe rejtette. Azt is látta, hogy azután óvatosan odacsúsztatta a lánynak, amikor az belépett a kunyhó ajtaján. Fogalma sem volt, miféle indítékok rejtőznek minden cselekedetek mögött. Ösztönösen szimpatikusnak találta a fiatalembert és a két idős férfit. A lány iránt pedig különös vonzalmat érzett, amelyet nem is igen tudott megmagyarázni magának. Ami a nagy darab fekete asszonyt illeti, ő valamiképpen nyilvánvalóan a lányhoz tartozott, ezért magában őt is a bizalmába fogadta. A matrózok és különösen Snipes iránt gyűlöletet érzett. Fenyegető taglejtéseikből és gonosz arckifejezésekből tudta, hogy a másik társaság ellenségei. Elhatározta, hogy a közelben marad és résen lesz. Tarzan nem értette, hogy a két férfi miért ment be a dzsungelbe. Az pedig eszébe sem jutott, hogy valaki eltévedhet az ajnövényzet sűrűjében. Látva, hogy a matrózok eleveznek a hajó felé, és a lányt meg a kísérőjét biztonságban tudta a kunyhóban, Tarzan elhatározta, hogy a dzsungelbe indult fiatalember nyomába szegődik. Megtudja, mi járatban van. Sebesen vágott neki az erdőnek abba az irányba, amerre Clayton elindult. Kis idő múlva már hallotta is a távolból az angol elmosódott hangját, aki most csak hébe-hóba kiáltozott barátai után. Tarzan hamarosan beérte a fehér férfit, aki szinte teljesen elcsigázottan egy fának támaszkodott. Az izzadságot törölgette a homlokáról. A majomember, miután jól elrejtőzött a sűrű lombok között, leült egy ágra és tüzetesen szemügyre vette saját fajának eme példányát. Clayton időről időre hangosan elkiáltotta magát. Tarzan rájött, hogy az idős férfiakat keresi. A majomember már-már azon a ponton volt, hogy maga indul a felkutatásukra, ám hirtelen egy állat megvillanó bundájára lett figyelmes. Óvatosan lopakodott a dzsungelen keresztül Clayton felé. Csíta volt az, a leopárd. Tarzan most már hallotta is, amint a fű puhán meghajlik a léptei alatt. Csodálkozott, hogy a fiatal fehér ember miért nem figyel fel erre. Lehetséges volna, gondolta, hogy még ezt a hangos figyelmeztető jelet se vette észre. Nem, a fehér ember nem hallott semmit. Sita pedig lekushadva ugráshoz készülődött. Ekkor a dzsungel csendjébe hirtelen élesen és hátborzongatóan hasított bele a hímmajom rémisztő harci ordítása. Sita megfordult és elcsörtetett az ajnövényzeten keresztül. Clayton azonnal talpra ugrott. A vér meghűlt az ereiben. Ilyen rémisztő hang még soha életében nem reszkettette meg a dobhártyáját. Nem volt gyáva, ám ha valaki érezte már, milyen az, amikor a félelem jeges ujjaival markolja a szívét,
Hát William Cecil Clayton, Anglia fő rendjének, Lord Greystocknak a legidősebb fia pontosan azt érezte azon a napon, ott az afrikai dzsungel mélyén. A nagy testű állat közeli csörtetése és a feje fölül hallatszó vérfagyasztó ordítás alaposan próbára tette a bátorságát. Azt nem tudhatta, hogy éppen ennek a rettentő hangnak köszönheti az életét, sem pedig azt, hogy az a lény, akitől az ordítás származik, a saját unoka testvére, az igazi Lord Greystock. A nap már kezdett lebukni az égen, és a csügget, elbátortalanodott Clayton rettentő dilemmában volt a követendő útirányt illetően. Keresse tovább Porter professzort az éjszakai dzsungelbe, vagy térjen inkább vissza a kunyhóhoz, ahol legalább Jean segítségére lehet a minden oldalról fenyegető veszedelmekkel szemben. Nem szívesen tért volna vissza a táborba a lány édesapja nélkül, ám még ennél is jobban visszariadt attól a gondolattól, hogy egyedül és védtelenül hagyta a lányt az Arrow zendülőinek markában. Az is lehet, gondolta, hogy a professzor és Finlander már visszatért a táborba. Igen, több mint valószínű, hogy ez történt. Elhatározta, hogy visszamegy legalább azért, hogy megnézze, így van-e, még mielőtt folytatja a reménytelennek tűnő keresgélést. Botladozó léptekkel elindult a sűrű és szövevényes hajnövényzeten keresztül abban az irányba, amelyre a kunyhót sejtette. Tarzan meglepetésére a fiatal férfi tovább ment a dzsungel belsejébe. Nagyjából Mbonga faluja irányába haladt, és ebből a majomember biztosra vette, hogy eltévedt. Tarzan számára a dolog szinte felfoghatatlan volt. Józan esze azt csukta neki, hogy nem volna szabad a kegyetlen feketék faluja felé merészkednie ennek a fehér embernek, akinek minden fegyverzete egyetlen lándzsából áll, s amilyen idétlenül áll a kezébe, nyilvánvaló, hogy annak a használatában is teljesen járatlan. Nem is az idős férfiak nyomát követi. Azt persze, hogy amazok szembe jövet már réges-rég elhaladtak mellettük és távoztak a dzsungelből, gyakorlott szemével Tarzan világosan és egyértelműen látta. Zavarba jött. Ez a védtelen idegen igen hamar a dzsungel könnyű prédájává válik, ha nem kíséri vissza gyorsan a tengerpartra. Már itt is van Numa, a hímoroszlán, aki jobb kéz felől vagy 10 lépésnyire próbálja becserkészni a fehér embert. Clayton hallotta, hogy egy nagy testű állat halad a bozótba vele párhuzamosan. A következő pillanatban a sötétedő dzsungel levegőjét már is megreszkedtette a fenevad mennydörgő bömbölése. Megállt, felemelte lándzsáját és szembefordult a bozóttal, ahonnét a rémisztő ordítás felhangzott. Az árnyak egyre sűrűsödtek, kezdett leszállni a sötétség. Úristen, hát itt fog meghalni magára hagyatva? A fenevadak darabokra tépik és szétmarcangolják a testét. Az arcán fogja érezni a vadállat forró leheletét, míg az a hatalmas mancsával bezúzza a melkasát. Egy pillanatra minden elcsendesedett. Clayton dermedten állt a helyén. Lándzsáját a magasba emelte. Kisvártatva halk zizegést tudatta vele, hogy a bozót mögött rejtőző állat óvatosan lopakodik feléje. Ugrásra készült. Aztán végre megpillantotta a hosszú, hajlékony és izmos testű, sárgás-barna fejű, fekete sörényű, hatalmas hímoroszlánt. A fenevad lassan mozgott előre. Amikor tekintete találkozott Claytonéval, megállt, és lassan megfontolta, maga alá húzta hátsó lábait. A férfi halálra válva figyelte. Ahhoz nem volt mersze, hogy elhajítsa lándzsáját, de ahhoz sem volt ereje, hogy meneküljön. Hirtelen zajt hallott a feje felett a fáról. Valami újabb veszedelem pillant át az agyán, de nem merte levenni a tekintetét az előtte lévő sárga tűzű szempárról. Élesen megpendült valami, mintha Benjo húrja pattant volna el, és abban a pillanatban egy nyilvessző állt ki a lelapuló oroszlánc sárgás bundájából. A fenevad dühösen és fájdalmasan felordított. Ugrásra szánta el magát, Claytonnak valahogyan sikerült ellépnie előle. Amikor újra megfordult, hogy szembenézzen az állatok őrjöngő királyával, meghűlt a vér az erejében. Ugyanabban a pillanatban, amikor az oroszlán is megfordult, hogy újra támadásba lendüljön, a fölötte lévő fáról egy félig mesztelen óriás ugrott egyenest a vadállat hátára. Acélos karjával villámgyorsan átölelte az állat hatalmas nyakát, és hátulról felemelte a hangosan bömbölő, levegőbe kapálódzó óriás fenevadat. Olyan könnyedén, ahogy Clayton egy ölebet vett volna fel a földről.
Ez a jelenet, amely a lemenő napfényében a szeme láttára játszódott le az afrikai dzsungel mélyén, örökre beívódott az angol emlékezetébe. Az előtte lévő férfi a fizikai töké és a gigászi erő megtestesítője volt. Mégsem ezekre a tulajdonságaira épített az óriás macskával vívott küzdelemben. Bármi hatalmas volt is az izomzata, azért mégiscsak eltörpült Numájé mellett. Fölényét fürgeségének, eszének és hosszú, éles késének köszönhette. Jobb karjával átölelte az oroszlán nyakát, bal kezével pedig újra meg újra belemártotta kését az állatba. Az őrjöngő fenevad, akit ellenfele nagy erővel emelt fel és húzott visszafelé, míg végül már a két hátsó lábán állt, teljesen hiába valóan próbált küzdeni ebben a számára természetellenes pózban. Mire az oroszlán felucsodott volna a váratlan rajtaütés okozta zavarodottságából, már élettelenül zuhant a földre. Aztán a különös fickó, aki végzett a fenevaddal, felegyenesedve ráállt ellenfele tetemére, s ugyanazt a félelmetes üvöltést hallatta, amelytől Clayton néhány másodperccel korábban annyira megijedt. Egy fiatal férfi alakját látta most maga előtt, aki teljesen mesztelen volt, eltekintve ágyékkötőjétől, és a karján meg a lábán viselt néhány barbár ékszertől. Melkasának sima barna bőrén különös fénnyel csillogott egy felbecsülhetetlen értékű gyémántokkal kirakott medalion. A vadászkés időközben visszakerült a tokjába, és a férfi most éppen íját és nyilait szedte össze. Ezeket akkor hajította el, amikor a fáról leugorva rátámadt az oroszlánra. Clayton angolul szólította meg az idegent. Megköszönte neki, hogy bátor közbelépésével megmentette az életét, és elismerését fejezte ki az ezen közben bemutatott bámulatos erejéért és ügyességéért. A másik csak mereven bámult rá. Majd kissé megrántotta széles vállát, ami ugyanúgy jelenthette azt, hogy szóra sem tartja érdemesnek, amit Clayton értett, mint azt, hogy nem érti a nyelvét. Miután vállára vette íját és tegezét, a vadember, mert hiszen Clayton most már annak hitte, újra előhúzta kését. Gyakorlott késsel nagy húsdarabokat kanyarított ki az oroszlán testéből. Majd törökülésben a földre kuporodva neki látott tenni, de előbb intett Claytonnak, tartson vele. Erős fehér fogait látható élvezettel mélyeztette bele a még meleg, vértől csöpögő húsba. Clayton nem tudta rászánni magát arra, hogy különös vendéglátója unszolására megossza vele vacsoráját. Inkább csak figyelte, és hamarosan az a meggyőződés kezdett kialakulni benne, hogy ő az a bizonyos Tarzan, akinek hirdetményét aznap délelőtt a kunyhó ajtajára kifüggesztve látta. Márpedig akkor tudnia kell angolul, kapott észbe. Clayton újra megpróbált szóba elegyedni a majom emberrel, de a válaszok, amelyeket ezúttal szóban kapott, valamilyen különös nyelven hangzottak el. Ez leginkább az apró majmok makagásának és valamilyen vadállat morgásának egyvelegére hasonlított. Nem, ez mégsem lehet Tarzan, gondolta Clayton, hiszen nyilvánvaló, hogy egy árva szót sem tud angolul. Amikor Tarzan befejezte a lakmározást, felállt és egészen másfelé mutatva, mint amerre Clayton korábban tartott, elindult a dzsungelen keresztül. A meglepett és összezavarodott Clayton habozott, hogy utána menjene. Azt gondolta, hogy a másik csak még beljebb vezeti az erdő sűrűjébe. A majomember, látva, hogy az idegen nem hajlandó követni, visszament és rángatni kezdte maga után, míg meg nem győződött arról, hogy Clayton megértette, mit akar tőle. Akkor előre ment és hagyta, hogy a másik magától kövesse. Az angol, aki végül is arra a következtetésre jutott, hogy a másik foglyul ejtette, nem látott más lehetőséget, mint hogy a nyomába szegődjön. Így azután együtt bandukoltak a dzsungelen keresztül, miközben az erdőre ráborult a szürok sötét éjszaka. Clayton úgy érezte, egyre közelebbről hallatszanak körös körül a párnázott talpú lábak lopakodó léptei, a letört gajak recsenései és az éjszakai dzsungelt felverő vad kiáltások. Azután Clayton hirtelen valamilyen lőfegyver elmosódott dörejét hallotta. Egyetlen lövés volt csupán, majd csendett. A tengerparton álló kunyhóban az alacsony padon kuporogva két teljesen megrettent nő kapaszkodott egymásba a sűrűsödő sötétben. A néger asszonyság hisztérikusan zokogott, és ezerszer is elátkozta azt a szerencsétlen napot, amelyen odahagyta az ő szeretetlen Maryland államát.
A könyvtelen szemű és kifelé nyugodtnak látszó fehér lány pedig belső félelmek és baljós előérzetek gyötörték. Nem csak maga miatt aggódott, legalább ugyanennyire féltette azt a három férfit is, akiről tudta, hogy odakint kóborolnak a dzsungel mélységes mélyén, ahonnan most már szinte szünet nélkül hallatszottak az őserdő vadászó lakóinak visító és bömbölő, kaffogó és horkantó hangjai. Aztán egyszer csak azt hallotta, hogy egy súlyos test dörgölődzik neki a kunyhó falának. Hatalmas, párnázott talpú lábak léptei hallatszottak odakintről. Egy pillanatra minden elcsendesedett, még az erdő eszeveszett zsivaja is halk zsongását csillapodott. A lány tisztán hallotta, hogy a fenevad körbe szaglásza az ajtót. Jane ösztönösen megborzongott és közelebb húzódott a fekete asszonyhoz. Csst, Esmeralda, suttogta. Mert úgy tűnt, hogy az asszony zokogása és jajveszékelése csalta oda az állatot. Halk kaparászó hang hallatszott az ajtó felől. A fenevad ott próbált meg behatolni. Hamarosan felhagyott azonban a dologgal, és Jane újra hallotta az óriás mancsok settenkedő lépteit a kunyhó körül. Aztán újra megszűnt a léptek zaja. Pontosan az ablak alatt. Úristen! Motyogta maga elé, mert a következő pillanatban a rácsos ablak apró keretében egy hatalmas nőstény oroszlán fejének körvonalai rajzolódtak ki a holdfényes égbolt hátterében. Nézd ezt, Meralda! Suttogta. Az Isten szerelmére most mit csináljunk? Nézd, gyorsan, ott az ablakban! Esmeralda még közelebb csusszant úrnőjéhez. Éppen akkor pillantott rémülten az ablak holdfényes kis négyszöge felé, amikor az oroszlán öblös hangon vadul felhorkantott. A látvány, amely a szerencsétlen asszony szeme elé tárult, túlságosan sok volt az amúgy is elgyötört idegeinek. Felsikoltott, aztán a maga tehetetlen nagy test eszméletlenül zuhant a földre. A hatalmas állat örökké valóságnak tűnő másodpercekig álltott melső lábaival a párkányra csimpaszkodva. Meretten bámult a kis szoba belsejébe, majd kisvártatva kipróbálta hatalmas karmaival az ablakrácserejét. A lánynak majdhogy nem elállt a lélegzete, de azután nagy megkönnyebbülésére az állatfeje egyszer csak eltűnt. Jane a léptek zajából megállapíthatta, hogy a fenevad elment az ablak alól. Fellélegzett, de csak rövid időre. A léptek most újra az ajtóhoz közeledtek, folytatódott a kaparászás, ezúttal egyre növekvő hevességgel. És végül az óriás vadállat már valósággal örjöngve tépte szaggatta a masszív deszkákat. Égett a vágytól, hogy hozzáférhessen védtelen áldozataihoz. Ha Jane tudta volna, hogy a rétegenként egyes darabokból összeállított ajtó milyen roppant erős, kevésbé tartott volna tőle, hogy az oroszlán bejuthat hozzá. John Claytonnak halvány sejtelme sem lehetett annak idején, amikor a kezdetleges, de igen masszív ajtót elkészítette, hogy 20 évvel később majd egy szép kis amerikai lányt fog megóvni vele egy fenevad fogaitól és karmaitól. A vadállat 20 percen keresztül hol szagolgatta, hol meg tépte az ajtót, és közben morgással, üvöltéssel adott hangot csalódott dühének. Nagy sokára felhagyott a kísérletezéssel. Jane hallotta, mint visszamegy az ablakhoz. Ott megállt, majd hatalmas súlyával nekiugrott a viharvert rácsozatnak. A lány hallotta, hogy az ütéstől megrecsen a faágakból készült rács, de kitartott. A hatalmas test visszahuppant a földre. Az oroszlán újra meg újra megismételte az iménti műveletet. Végül a szoba rémült fogja azt látta, hogy a rács egy darabon meglazult, és a következő másodpercben az állat egyik hatalmas mancsa és a feje már be is furakodott a szobába. Az oroszlán nyakával és vállával lassan szétfeszítette a rács súlyjait. Hajlékony és izmos teste mind beljebb és beljebb nyomult a kunyhóba. A lány szinte önkévületben emelkedett fel a helyéről. A rémülettől kerekre nyílt szemmel bámult az alig 10 lábnyira lévő fenevad popájába. A négerasszony ott hevert a földön. Ha legalább lelket tudna verni belé, kettejük egyesült ereje talán elegendőnek bizonyulna a vérszomjas betolakodó visszaverésére. Jean lehajolt, megragadta a négerasszony vállát. Hevesen megrázta. Esmeralda, Esmeralda, kiáltotta. Segíts nekem, különben mindkettőnknek vége. Esmeralda lassan kinyitotta a szemét. Az első dolog, amit meglátott, az éhes oroszlán pofája volt. A szerencsétlen asszony felsikoltott rémületébe.
Négy kézláb rohanvást mászott át a szoba túlsó sarkába. Közbe sikoltozott, ahogy csak a torkán kifért. Esmeralda 280 font körüli súlya és sietős négy kézláb való mászása igen meghökkentő látványt nyújtott. Az oroszlán kis ideig nem is mozdult. Meretten bámulta Esmeraldát, aki láthatóan a szekrény célozta meg. Oda próbálta bepréselni terebélyes testét, de csak a fejét sikerült a polcok közé bedugnia. Aztán egy végső rémes visítás kíséretében, amelyhez képest a dzsungel minden zaja csak harzsongás volt, ismét elájult. Miután Esmeralda elcsendesedett, az oroszlán újabb erővel próbált meg hatalmas testével áttörni az egyre gyengébben tartó rácson. A szemközti falnál sápadtan és dermedten álló lány egyre rémültebben törte a fejét a menekülés módján. Kezével hirtelen kemény tapintású tárgyat érintett meg, a pisztolyt, amelyet Clayton adott neki a nap folyamán. Előrántotta a fegyvert, és az oroszlán pofáját célba véve meghúzta a ravaszt. Hirtelen fény villant fel, fülsiketítő dörrenés hallatszott. A fenevad fájdalmas és dühös üvöltése volt a válasz. Jane Porter még látta, hogy a hatalmas állat eltűnik az ablakból. Ezután a pisztolyt kiejtve kezéből, ő maga is elájult. Szabor azonban nem halt meg. A golyó mindössze hatalmas vállán ejtett fájdalmas sebet. A vakító fény és a mennydörgésszerű robaj okozta meglepetésének volt köszönhető, hogy ha átmenetileg is, de sietve visszavonult. A következő pillanatban újra a rácsnál volt, és még dühöttebben tépte tágította karmaival a nyílást. Most már kevesebb sikerrel, mivel sérült végtagja majdnem teljesen hasznavehetetlennek bizonyult. Látta, hogy prédája eszméletlenül hever a földön. Nem tanúsítottak többé semmiféle ellenállást. A táplálék ott feküdt előtte, csak keresztül kellett fúrnia magát a rácson. Lassan hüvelyekről hüvelyekre préselte át hatalmas testét a nyíláson. Már bent volt a feje, aztán egyik lába, majd a válla is. Vigyázva emelte fel sérült végtagjait, hogy óvatosan átdugja a szétfeszített ablakrács rúdjai között. Még egy-két pillanat, és mindkét vállával bent lesz. Aztán már hosszú, hajlékony teste és keskeny csípője gyorsan átsiklik a nyíláson. Ez a látvány tárul Jane Porter szem elé, amikor újra magához tért. Ahogy Clayton meghallotta a fegyverdörrenést, görcsös félelem és rettegés kerítette hatalmába. Tudta, hogy a lövés származhat valamelyik matróztól is. Annak alapján azonban, hogy Jane-nél hagyta a pisztolyt, biztosra vette, hogy a lányt valami nagy veszedelem fenyegeti. Talán éppen ezekben a percekben próbálja megvédeni magát. A tekintetben, hogy különös fogvatartójának miféle gondolatok járnak a fejében, Clayton legfeljebb tétova találgatásokra volt utalva, de hogy meghallotta a lövést, és hogy ez valamilyen módon hatott is rá, az egyértelműnek látszott. Egyszeriben érezhetően megszaporázta lépteit. Olyannyira, hogy a sötétben utána botorkáló Clayton hiába igyekezett lépést tartani vele. Úgy szólván percenként lemaradozott, és végül reménytelenül leszakadt az idegentől. Attól való félelmében, hogy ismét eltévedt, hangosan kiáltozni kezdett az elől haladó vadember után. Egy pillanattal később már is megnyugvással látta, hogy az könnyedén lehuppan mellette a földre az ágak körül. Tarzan egy pillanatig merően nézett a fiatal emberre, mint aki nem tudja eldönteni, mi volna a legjobb megoldás. Majd lehajolt Clayton előtt, intett neki, hogy kapaszkodjon a nyakába. Azzal Tarzan hátán a fehér férfival felugrott a fára. Az ezt követő néhány percet a fiatal angol soha életében nem felejtette el. Egyre feljebb és feljebb vitte a másik az ágakon, mégpedig számára elképzelhetetlennek tűnő sebességgel. Tarzan eközben nem győzött bosszankodni, hogy milyen lassan halad. A bámulatosan ügyes vadember szédítőjébe lendült át Claytonnal együtt egyik magaságról a másik fára, majd úgy 100 yardon keresztül biztos lábbal kötéltáncos módjára lépkedett végig az odalent átongó sötét mélység felett. A kezdeti félelem elmúltával Claytont irigységgel vegyes bámulat töltötte el a másik gigászi izmai és csodálatos tájékozódási ösztöne iránt. Az erdei isten oly könnyedén és oly biztonságosan mozgott a körömsötét éjszakába, mint ahogyan ő maga valamelyik londoni utcán kószált volna fényes nappal. Időről időre olyan helyre értek, ahol valamelyest ritkább volt a lombozat a fejük fölött.
Ilyenkor a holdsugarainak fényébe Clayton ámuló szemei előtt feltárult a különös ösvény, amelyen haladtak. A lélegzete is elállt az alattuk tátongó szörnyű mélység láttán, mert Tarzan a legkönnyebb utat választotta. Az pedig gyakran 100 lábnál is nagyobb magasságba vezetett a föld fölött. Hamarosan egy tisztás szélére értek a tengerparton. Éles fülével Tarzan azonnal meghallotta a különös zajt, amelyet az ablakrácson átfurakodni igyekvő szabor csapott. Claytonnak úgy tűnt, hogy hirtelen vagy 100 lábnyit zuhantak, oly sebesen ereszkedett le Tarzan a magasból. Amikor földet értek, Clayton egy kis lökést érzett, és mihelyt elengedte a majomembert, az mint a mókus iramodott meg a kunyhó túlsó oldala felé. Az angol gyorsan utána vetette magát. Még jókor érkezett ahhoz, hogy lássa. A kunyhó ablakán egy hatalmas testű állat mászik be, és éppen hátsó lábait készül maga után húzni. Amikor Jane kinyitotta a szemét és felfogta, milyen közvetlen közelről fenyegeti immár a veszély, bátor szívében a remény utolsó szikrája is kialudt. Ám meglepetésére egyszer csak azt látta, hogy a hatalmas állatot valaki lassan kifelé húzza az ablakon, és a hold fényében két férfi fejét és vállait pillantotta meg. Clayton befordulva a kunyhó sarkánál azt is észrevette, hogy a majomember két marokra fogja az állat hosszú farkát, lábát nekiveti a kunyhó falának, és hatalmas erejét összeszedve igyekszik a fenevadat kihúzni a szobából. Clayton sietett, hogy segítkezzék neki. A majomember parancsoló, ellentmondás nem tűrő hangon oda makogott neki valamit, de nem értette. Végül aztán egyesült erővel sikerült a hatalmas testet lassan mind kíjebb és kíjebb húzniuk az ablakból. Clayton agyában akkor kezdett csak derengeni a felismerés, hogy társa micsoda öngyilkos vakmerőtetre vállalkozott. Azzal, hogy ez a mesztelen férfi odaállt a farkánál fogva kiráncigálni egy vicsorgó, karmoló fenevadat, csak hogy megmentse egy idegen fehér lány életét, oly mérvű bátorságról tett tanúbizonyságot, amelyre a fiatalember nem talált szavakat. Ami Claytont illeti, vele egészen másképp állt a helyzet. A lány nem csak hogy saját fajtájához tartozott, hanem ő volt az a nő, akit mindennél jobban szeretett az egész világon. Bár tisztában volt vele, hogy az oroszlán rövid úton végezni fog mindkettőjükkel, elszántan segített csak, hogy eltávolítsa Jane Porter közeléből. Aztán eszébe jutott, hogyan küzdött meg ez a férfi nem sokkal korábban a szeme láttára a hatalmas, fekete sörényű hím oroszlántnak. Ettől mindjárt nagyobb biztonságérzet kezdte eltölteni. Tarzan továbbra is utasításokat osztogatott Claytonnak, de az nem értette. Azt próbálta megmagyarázni az értetlen fehér férfinak, hogy döffél bele mérgezett nyilvesszőit szabor hátába és oldalába. Meg hogy a hosszú, vékony vadászkéssel, amely ott lógott Tarzan csípőjén, üsse át a fenevad szívét. A férfi azonban sehogy sem értette, mit akar. Tarzan pedig nem merte elengedni az állatot, hogy mindezt maga tegye meg, mert tudta, a vékony dongájú fehér embert egy pillanatig sem tudná egyedül visszatartani a hatalmas erejű szabort. Az oroszlán teste lassan, teljesen kívül került az ablakon. Már a vállai is odakint voltak. Ekkor Clayton valami egészen hihetetlen dolgot látott. Tarzannak, aki egyfolytában azon törte a fejét, mi módon vehetné fel puszta kézzel a küzdelmet a dühöngő fenevad ellen, hirtelen eszébe jutott Terkosszal vívott párharca. Amikor az állat hatalmas vállai kívül kerültek az ablakon, és az oroszlán már csak melső mancsaival támaszkodott fel a párkányra, Tarzan hirtelen elengedte a fenevadat. Mint egy áldozatáról lecsapó csörgőkígyó, úgy vetette rá magát egész testével szabor hátára. Izmos karjával fogást keresett, és sikeresen végre is hajtotta a dupla Nelsont. Az oroszlán nagyot bődülve teljesen a hátára hemperegett. Ezzel egész súlyával rázuhant ellenfelére. A fekete hajú óriás azonban csak még szorosabbra fonta nyakán a karját. Szabor a földet kaparta, a levegőt csapkodta mancsával, meghemperedett, ide-oda vetette magát, hogy lerázza magáról különös ellenségét. Hiába! Az acélos kapocs egyre szorosabbá és szorosabbá vált, és lejjebb kényszerítette fejét sárgás-barna mellére. Majd a majomember acélos erejű alkarja feljebb csúszott szabor tarkóján, és ettől kezdve az oroszlán egyre gyengébb ellenállást tanúsított.
Végül Clayton a hold ezüstös fényében azt látta, hogy a roppant izmok ökölnyi csomóba futnak össze Tarzan vállán és felső karján. A majomember minden eddiginél nagyobb erővel hosszasan megszorította ellenfelét. Szabor nyakcsigolyája hangos roppanással ketté tört. Tarzan egy pillanat alatt talpra ugrott. Clayton aznap immár második alkalommal hallhatta a himmajom barbár diadalmas üvöltését. Majd Jane halálra rémült kiáltása ütötte meg a fülét. Cecil, Mr. Clayton, mi volt ez? Az Istenét, mi volt ez? Clayton gyorsan odarohant a kunyhó ajtajához. Nincs semmi baj, kiáltotta és szólt a lánynak, hogy nyissa ki az ajtót. Jane, amilyen gyorsan csak erejéből telt, igyekezett levenni helyéről a vastag rudat. Majd szabályszerűen berángatta Claytont a kunyhóba. Mi volt ez a rémisztő hang? Suttogta közel húzódva a férfihez. Ez a hang Miss Porter a győztes diadalordítása volt megölt ellensége fölött. Annak a férfinak a torkából hallatszott, aki megmentette az életét. Várjon, mindjárt idehozom, hogy megköszönhesse neki. A megrémült lány nem akart egyedül maradni. Claytonnal együtt kiment a kunyhó elé, ahol a kimúlt oroszlán teteme mozdulatlanul hevert a földön. Tarzan, a dzsungelfia nem volt sehol. Clayton sokáig kiáltozott utána, de semmilyen válasz nem érkezett. Visszamentek hát a kunyhó biztonságosabb belsejébe. Micsoda ijesztő hang, mondta Jane. A hideg futkos a hátamon, ha csak rá gondolok is. Ne mondja nekem azt, hogy emberi lény képes ilyen rémséges és félelmetes ordítást kiereszteni a torkán. De ha egyszer így van, Miss Porter, felelte Clayton. Ha nem emberi lény volt, akkor valamilyen erdei isten. Azzal beszámolt a lánynak arról, hogy miféle élményekbe volt része a különös lény oldalán. Miként mentette meg a vadember kétszer is az életét. Mesélt bámulatos erejéről és ügyességéről, bátorságáról, barna bőréről és szép arcáról. Képtelen vagyok eligazodni rajta, fejezte be az elbeszélését. Először azt hittem, hogy talán ő Tarzan a majomember, de se nem beszél, se nem ért angolul. Így ez az elméletem romba dőlt. Nos, hát akárki is, kiáltott fel a lány, annyi bizonyos, hogy neki köszönhetjük az életünket. Az Isten áldja meg őt érte, és tartsa meg egészségében ebben a vad és kegyetlen dzsungelben. Ámen, mondta Clayton buzgón. Az Isten szerelmére hát nem hódtam meg, hangzott a szekrény felől. Mindketten megfordultak. Azt látták, hogy Esmeralda felül a földön. Ide-oda tekinget rémületében, mint aki hiába látja, hol van, nem mer hinni a szemének. Jane Porterben hirtelen feloldódott az elmúlt órák feszültsége. A lány levetette magát a padra, és zokogásba fulladó, hisztérikus nevetésbe tört ki.